Köszöntöm Önöket, drónos biológiai szúnyoggyérítés várható néhány éven belül Székesfehérváron, és újabb méhlegelőt alakítottak ki itt a városban. Ezzel a két témával várjuk Önöket, tartsanak velünk! Emelkedik a magasba az a drón, amely a szúnyoglárvák élőhelyét képes feltérképezni, ilyen például az Olimpiai Parknál található tó is, amelynek nádasában kelnek ki a lárvák. De a mocsaras területek még inkább táptalajai lehetnek a rovaroknak. A spanyol Lokimika cégnek köszönhetően a drónok is segítik majd a szúnyoggyérítést Székesfehérváron. Több szempontból is fontos és jelentős a Lokimika Laboratorius megjelenése a városunkban. Többek között azért, mert amint ön is mondta, egy új technológiát hoznak ide a városba. A magyarországi telephelye, magyarországi központja itt lesz a Lokimikának Székesfehérváron, ez munkahelyeket jelent, majd később, ha minden igaz, akkor innen fogják a kelet- és közép-európai terjeszkedésüket is folytatni. Másrészt egy azért tartom fontosnak, mert a lakosság egy teljesen újfajta szúnyoggyérítéssel fog megismerkedni, és bizony-bizony, hogy majd ez szerintem el fog majd hangzani a szakemberek szájából. Itt másként kell cselekednünk, hozzáállnunk a szúnyoggyérítéshez is, és a környezet és természetvédelem szempontjából pedig egy sokkal védekezőbb, egy sokkal környezetkímélőbb módszerről van szó. Ugye rögtön az első kérdésünk az volt, meg az, hogy na és mi lesz a madárpopulációkkal, mi lesz az énekes madarakkal, fecskékkel. Megnyugtattak bennünket, hogy gyakorlatilag nekik az életterük nem úgy csökkenne, hanem nő többek között, mert ez a szúnyognak az emberre veszélyes csípős változatát gyéríti ez a biotechnológia, amit a Lokimika csinál, végez. Mit lehet tudni egyébként az előzményekről, hogy hogyan kerültek kapcsolatba ezzel a céggel, ezzel az újfajta technológiával? Keresték-e már a lehetőséget arra, hogy egy környezetvédelmileg biztonságosabb gyérítésről lehessen szó? A cégnek ez a sajátja, tehát Dél-Európában, a Mediterráneumban nagyon ismert cég, Spanyolországban, Olaszországban, és nem csak a szúnyoggyérítéssel, illetve rágcsálóirtással kapcsolatban van nagy tapasztalatuk, hanem rengeteg betegség megelőzésével, amiket különböző szúnyogfajták végeznek. Egyszer pont egy online konferencián, vagy egy online megbeszélésen az egyik spanyol kollega azért nem tudott részt venni, mert az afrikai nílusi szúnyog jelent meg Dél-Spanyolország egyik területén, és akkor rögtön ment a helyszínre az a gyérítését, írtását segíteni. Ugye lesz itt Székesfehérváron ez a lehetőség, lesz-e mellette másfajta gyérítés is? Tehát amit mondjuk a katasztrófavédelemtől megszoktunk, az azért megmarad-e? Igen, megmarad, tehát természetesen, tehát ez egy hosszabb folyamat. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most itt felszáll a drón, meg feltérképezi a lárva lelőhelyeket, és akkor innentől jön a kánoán, hanem ez egy folyamat, tehát megmarad egyelőre a katasztrófavédelemféle Antonov 24-es repülőgépes gyérítése, igen. De ennek a plusz gyérítéseknél viszont nagyon nagy szerepe van. Ugye mondta, hogy munkahelyeket is teremt ez a cég itt most Székesfehérváron. Lehet-e tudni, hogy mennyi munkahelyen bővülhet itt a székesfehérvári lehetőség? Felfutó rendben lesz a bővítés, tehát cégalapítás. Gyakorlatilag egy ilyen 20 fővel kezdenek, ez ilyen 80-100 főre fog majd egy-két éven belül a minden igaz felmenni. Azért fontos még, mert többek között a nagyon sokat fektet a cég oktatásba, tehát itt például egy kifejezetten egy ilyen egészségügyi gázmesterképzés és egy biotechnológiai képzést is hoznának a városban, illetve szakképzési centrummal körültve végeznének. A spanyol céggel a közös tudományos munka célja, hogy 5-10 éven belül már ne kémiai anyagokkal, hanem biológiai módszerekkel történjen a gyérítés. The firm exists for 42 years. 42 éve működik a teljesen spanyol tulajdonú cég, amely ugyanannak a családnak a tulajdonában van, mint a kezdetekkor. Borzasztó nehéz és fáradtságos munka a biológiai szúnyogírtás, hiszen hasonló körülmények között élnek a szúnyogok, mint itt a Bregyóban, lápos, mocsaras területeken. Magasan be kell öltözni, és be kell menni a vizes élőhelyekre. Képzelhetik a nézők, hogy milyen Spanyolországban, ahol 30
30 fok van, nagyon magas páratartalommal. Bár a vegetáció sokkal kisebb, mint itt Székesfehérváron, a természeti elemekkel meg kell küzdeni. A cél, hogy még akkor jussanak be a biológiai és kémiai anyagok a vizekbe, amelyek csak a csípő szúnyogokat bántják, amikor ezek a szúnyogok még nem keltek ki, tehát csak lárvák vannak, hiszen azt kell elérni, hogy minél kisebb legyen a reprodukciós ráta, és minél kevesebb szúnyog érje meg a felnőtt kor. Szerencsére évről évre könnyebb, egyre könnyebb a munkánk, hiszen a technikai vívmányoknak köszönhetően egyre könnyebben jutunk be a területekre. Vannak vadjaink, használunk hatalmas drónokat, amelyek megkönnyítik az operátorok munkáját. De még mindig azt kell mondani, hogy az igazi munka kint a területeken, a környezetben történik, amelyhez szükség van a manuális segítségre is. Nagyon izgatottak vagyunk a magyarországi munkával kapcsolatban. Most válunk nemzetközivé, nem dolgoztunk külföldön korábban még sosem. Úgy gondoljuk, hogy Magyarországon minden adott ahhoz, hogy sikereket érjünk el. Székesfehérvár pedig kiváló helyszín számunkra, hogy egy itteni központtal egy a környező országokat érintő terjeszkedésben is gondolkodjunk a jövőben. Az országban elérhető lehetőségek mind tudományos, mind az üzleti együttműködés tekintve kiváló teret biztosítanak számunkra. Székesfehérváron egyelőre még a katasztrófavédelem által szervezett gyérítés várható, most a fészkelő területeket tárják fel a szakemberek Csete Gábor természetvédelmi szakmai vezető segítségével. Ez a munka ez gyakorlatilag a tavaly nyár óta indult el, ugye akkor lett az első megkeresés a Lokimika cégtől, és utána ugye folyamatosan elkezdtük a kapcsolatfelvételt az országban működő szakemberekkel, és elkezdtük a tudományos munkát, tehát a legfontosabb ugye ennél a munkánál feltárni azokat a fészkelő területeket, amelyek potenciálisan ugye a szúnyogok tenyész helye lehet, és ugye csak így indulhat egy olyan biológiai gyérítési folyamat, ami ugye az ökoszisztéma megismerésén alapul. Tehát természetesen az első feladatunk az volt, hogy felmérjük ezeket a vizes élőhelyeket, és ugye ezeket folyamatosan mintavételezzük, és a mintavételezés után ugye meg vannak határozva a szúnyogfajok lárvából, és így fog kialakulni majd egy olyan szúnyogtérkép itt Székesfehérvárnak a vizes élőhelyein, ami alapján tényleg specifikusan tudunk beavatkozni, és tényleg a megfelelő helyre fogjuk kijuttatni ezt a természetes fehérje alapú gyérítőszert, tehát abszolút az a célja ennek az egész közös tudományos munkának, hogy mondjuk az elkövetkező 5-10 éven belül teljesen kemikáliamentes, tehát kémiai anyagtól mentes, mérgező anyagokat juttassunk ki az ökoszisztémába, és ha lehető legökológiaibb szemléletű gyérítési módszereket alkalmazzuk. Itt Székesfehérváron egyébként hány ilyen vizes terület van, amit át kellett vizsgálni, át kell vizsgálni, gondolom folyamatban vannak ezek a hát mintavételezések. Igen, hát természetesen nem feltétlenül a tavakra kell gondolni, hanem ugye itt a szakemberekkel ugye azt vizsgáljuk, hogy hol vannak tényleg olyan vizállások, amelyek tényleg ilyen pangóvizet jelenthetnek. Például azai vagyunk itt az Olimpiai Parkban, a Bregyó mellett, a kis erdőnél, például ez is egy ilyen lápos, mocsaras erdőrész. Ezt nagyon szeretik a csípőszúnyogok egyébként, és ugye az egyik vizsgálatnak ez volt a fő területe, de hát ugye az egész város területén elég sok ilyen vizálásos mocsárét, láprét van, ami ugye a mezőföld és a sárétnek a szomszédságában, ez egy teljesen természetes élőhely, nem csak az itteni flórának és faunának, hanem hát nyilván a vele járó szúnyogfajoknak is. És hát nyilván meg kell vizsgálni azért Székesfehérvár közvetlen környezetét, tehát azért a velencei tavi élőhelyek, illetve a dinnyési fertő is nagyon közel van, illetve maga a sárét is, úgyhogy itt is végezni fogunk ilyen ökológiai térképezést, és akkor utána fogjuk összeállítani, hogy hol fogjuk ezeket a kezdeti kezeléseket elvégezni. De nagyon fontos azt megemlíteni, amit Kösszegi Dani is elmondott, hogy az első egy-két év ez a tudományos munkáról szól, és tényleg ennek az egész programnak a nagyon mély szakmai összeállításáról.
A legfontosabb dolog az, hogy tényleg Európából az elmúlt években eltűnt gyakorlatilag a beporzó rovaroknak a 40%-a, és hát ugye azért az élelmiszereink közül több mint 4000 élelmiszer fajta van, ami a rovarok beporzásától függ. Ez egy hatalmas szám, és ha nem lépünk, akkor ezek a beporzó rovarok el fognak tűnni. Van erre már egy-két példa a világból, Kínában például már kézzel porozzák a virágokat. Mi azért nem szeretnénk erre a pontra eljutni, és mielőbb csökkenteni kell ezeknek a kémiai szereknek a kijuttatását, és hát ugye az egész élővilágra káros hatással van ugye ezeknek a szereknek a kijuttatása, mert például ha nézzük a Fecskebarát programot, ott például nekik egy nagyon fontos táplálékforrás jelent ugye a szúnyog, és ezért kell megvizsgálni, hogy a szúnyogfajok közül melyik a táplálékállat, melyik pedig ami az emberre vesélt csípőszúnyog, ezt nyilván a szakemberek fogják tudni elkülöníteni. Most tehát a feltérképezés időszaka kezdődött meg, amely az ökoszisztéma megismerésén alapul. Így alakul ki majd Székesfehérvár szúnyog térképe. A munkához drónok nyújtanak segítséget. Magyar és spanyol tulajdonosok vannak benne. Tegnapi napon írtuk alá az ügyvédnek az utolsó simításokat, az utolsó papírokat. Tehát a spanyol Lokimica is tulajdonrészt szerzett benne, és idén akkor elkezdjük ezzel a közös céggel, Lokimica Magyarország Kft-vel a hazai biológiai szúnyoggyűjtés, vagy először csak a tenyészőhelyek felkutatását, és remélhetőleg egy-két éven belül, mikor már a tenyészőhelyek pontosan meg vannak határozva, akkor pedig a kezeléseket megkezdjük, és remélhetőleg ezután úgy, hogy a világ bármely pontján is ez jól működik, itt is fog működni, és jóval, de jóval ritkábbak lesznek nyaranta a szúnyogok. Mit lehet tudni erről az új fajta technológiáról, és milyen eszközöket használnak a felderítéshez, illetve a gyerítéshez? Hát a technológia mondhatni, már mondta az anyag, amit használunk a lárvaírtás, az nem új keletű. A 60-as évek óta rendelkezésre áll, a 70-es években pedig a németek dolgozták ki rá a megfelelő módszert Rajna mentén, tehát volt maga az anyag, és volt, hogy a szúnyoglárvák pedig hát a vizekbe tenyésznek, és egy német tudós Ludwigshafeni Egyetemről fejlesztette ki, vagy találta ki azzal megfelelő módszert, és azóta rajnamenti módszerként is van elterjedve Magyarországon. A németek már 45 éve ezzel a módszerrel, ez a biológiai módszer, ami csak a kizárólag a szúnyog lárvákat pusztítja az élővizekben, nem árt semmi másnak, és mi nem jobb ennél, ha ki sem kellnek a csípőszúnyogok, szóval nem kell úgymond vegyszerekkel pillanatnyi, néhány napos hatást elérni, hanem ki sem kellnek, és ezáltal a maga az ártalom sem jelentkezik. Mit lehet tudni az eszközökről? Hát itt speciális drónokat hoztak a spanyolok, ő rajtuk keresztül fog itt komoly tudás és technika importálódni Magyarországra. És az első részben, mondom az első év, első egy-két évben a tenyészőhelyek felkutatásával kell, hogy foglalkozzunk. Ehhez egy másfajta különböző speciális szenzorokkal ellátott drónok kellenek. Majd, mikor utána már mondtam, hogy megvannak a pontos tenyészőhelyek GPS koordinátákkal körbeülelve, utána pedig a megfelelő csapadékos időszakokat figyelve, ezután kimenve, monitorozva, hogy van ebben a lárva, milyen fejlődési stádiumban vannak ezek a lárvák, pedig ezek a spéci permetező drónokkal fogjuk majd a munkát végezni, ottól szükséges, ahol nehéz terep körülmények vannak például. Lehet-e tudni, hogy ezek a drónok mekkora területet képesek hát lepermetezni? Az évről évre változik. Szóval ez annyira gyorsan fejlődik ez a technika, hogy ami 3 évvel ezelőtt még csúcs technikának számított, és egy nagy teljesítményű gépnek az ma már majdnem csak egy közepes vagy egy elavult technika. Úgyhogy jelenleg törvényi jogszabályok szorítják a súlyhatárokat, úgyhogy mindenképpen ebbe bele kell férni, tehát 25 kiló alatt kell, hogy legyenek a drónok, de remélhetőleg ez változik. Mindenképpen ezek a drónok hatalmas változást hoztak, nem csak a szúnyoggyérítésben, hanem a mezőgazdaságban is, úgyhogy ennél jóval nagyobb drónokra lesz szükség, hogy minél nagyobb területeket egy felszállással le lehessen kezelni, ne kelljen annyiszor felszállni, leszállni, ez mind-mind időveszteség. És a szúnyoggyérítésben is nagyon fontos az idő, mert minél több időt töltenek a szúnyoglárvák a vizekben, annál tovább tudnak fejlődni, és előbb-utóbb kikelnek szúnyoggá, imágokként, és utána már csípnek minket, és akkor már nincsen más, sajnos csak a kémiai módszer ellenük. Mit lehet tudni egyébként, milyen időben érdemes elkezdeni a szúnyoggyérítést? A térképezést mondhatni egész évben végezhetjük, simán csak a csapadék szükséges hozzá, hogy megjelenjenek ezek a vízgyülemek, és utána ezeket lokalizálva GPS-szel vagy körbejárjuk, vagy ezek a drónokkal lerepülve lefotózzuk ezek a speciális hőkamerák, különböző spektrumú fénykamerákkal, lidaros, lézeres letapogató rendszerrel, szóval többféle módszerrel. Egész évben maga térképezés működhet, nagy-nagy szükség lenne a lakosság segítségére is, akár ez a Mosquito Alert nevű applikáció letöltésével segíthet a lakos, és ezáltal a saját magán segít. Itt Székesfehérváron felkutatni minél hamarabb megtalálni a tenyészőhelyeket, utána meg mi ezt remélhetőleg kezelni is fogjuk, és ezáltal jóval kevesebb lesz a szúnyog, tehát magán segít a lakos, valamint a lakossági
védekezés, a magánterületeken mi azokat nem érhetjük el. Szóval és nagyon sok udvarban gyűjtik az esővizet, nem fedik le mondjuk szúnyoghálóval, és erre nagyon jó módszereket szintén a Facebookon, a Szúnyoglára program nevű Facebook oldalukon találnak a lakosok, és ha ezeket otthon maguknak megteszik, akkor megint csak abba tudnak segíteni maguknak, jóval kevesebb lesz az udvarukban a szúnyog. Egy-egy szúnyog, egy-egy faj akár egy 7-10 nap alatt is képes kikelni egy-egy vizes hordóból, megcsipked minket, a családtagjainkat, barátainkat, ugyanabba a vizes hordóba képes visszapetézni, egy hét, tíz nap múlva egy újabb generáció kikel, és egy folyamatos populációt képesek vagyunk fenntartani az udvarunkban, és a környékbeli lakosok is szenvednek az akár mi kis vízgyűjtőnktől, vagy elhanyagolt medencéktől, vagy dísztavunktól, amiben nincsenek halak, hogy kiegyék a lárvákat, úgyhogy mindenképpen fontos a lakossági védekezés, erre is nagy hangsúlyt fogunk itt fektetni Fehérváron is, ott, ahol mi még már elkezdtünk dolgozni az ország különböző városaiba, hogy a lakosság figyelmét is felhívjuk, és megtanítjuk a házi védekezést és praktikáira. Ugye most a feltérképezési időszakában tartunk, de hogy a gyérítés is elkezdődhet-e már ezzel a fajta technológiával itt Székesfehérváron? Az idei évben maximum csak ilyen teszteket fogunk végezni, hogy az idei évben még kérem a lakosságot, ne várjanak nagy eredményt, csak kémielőleg fogunk tudni védekezni az anyagok ellen is földi technikákkal, szóval földi írtásra van idéntől már lehetőség. A légit megszüntette már tavaly, nem tudott levizsgázni az írtószer, hogy egész Európában nem jellemző a légi kémiai, sőt a föld is csak nagyon ritka alkalmakkor közegészségügyi szempontok alapján vagy annak indokából lehet eseti engedélyeket kérni kémiai kezelésekre, mivel ez nagyon sok más kis rovart is el képes pusztítani, a biológiai nem árt semminek, de idén még csak a térképezés, meg kell találnunk ezeket a tenyészőjéket, és a lakosság segítők ez hamarabb meg lesz. Újabb méhlegelőt alakítottak ki a városban, a Tóvárosi Sétány mellett táblák tájékoztatják a lakosságot ezek fontosságáról. A városi szinten immáron 3 hektárnyira dúzzadt rétek, nem magukra hagyott területek, feladatuk és fontosságuk szerteágazó. Székesfehérváron is egyre több helyen hoznak létre a beporzás segítő élőlények fennmaradásáért méhlegelőket. Ezek a természetes és termesztett növények együtt segítik nem csak a méhek, hanem számos más rovar életterének a bővítését. Az idei évben körülbelül 3 hektárra bővítettük fel ezeknek a területeknek a nagyságát. Igazából ezek természetközeli gyepek, természetesen vannak kezelve, ami azt jelenti, hogy egy évben egyszer-kétszer nyírjuk. Nyilván ez egy folyamatos kísérletezés számunkra is, mert nyilván ezeknek a természetes réteknek az összetétele folyamatosan változik, úgyhogy ezeket folyamatosan vizsgáljuk, de nyilván általában június eleje szokott a legszínesebb lenni, ugye akkor már jönnek a nyár eleji növények és virágzó növények, és ugye hát a legfontosabb feladatok ezeknek a természetközeli gyepeknek az, hogy a beporzó rovaroknak táplálékot és búvóhelyet nyújtsanak. Hát igazából ezek mini városi ökoszisztémák, ugye, amelyek azt gondolom, hogy most már az összes európai nagyvárosban és hát hazánkban is egyre több városban a városi zöld felületeknek az alapját képezik. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos feladat itt a klímaváltozás mellett, és annak árnyékában elmozdulnunk e felé, a technológia felé. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan szemlélet, ami egy kicsit a városlakókat is visszaállíthatja arra a szemléletmódra, ami egyébként, ahonnan egyébként mindannyian jövünk, és tényleg 20 évvel ezelőtt még az intenzív kaszálás és intenzív fűnyírási technológiák nem léteztek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a természetközeli gyepek azért olyan kis működő természeti ökoszisztémák, amelyek tényleg itt a városban kiegészíthetik az egészséges életet. Nem csak városi szinten változtathatunk, kicsiben is tehetünk a környezetünkért. Kertesházak udvarán magánemberként, de akár intézményi szinten is cselekedhetünk. Amennyiben pedig segítségre lenne szükség, a Városgondnokság szakemberei állnak rendelkezésre a témában. Nagyon sokféleképpen tudunk ugye segíteni ugye a beporzók, főleg ugye olyan évelők telepítésével, vagy egynyáriak telepítésével, amelyek ugye virágzóak és mondják magukból a nektárt, vagy tényleg olyan jellegű cserjék telepítése, ami sokáig virágzik, tehát ezekkel mind oda tudunk figyelni, mert hát nyilván ezek a beporzó rovaroknak a nagyon nagy része ugye magányosan él, nem feltétlenül rajokban, mint ugye a vadméheknek a nagy
rajai, és alapvetően nekik tudunk egy rover hotellel, egy méhecske hotellel is kedveskedni. Rengeteg leírást találunk róla az interneten, tehát okostelefonba beütjük ezt, hogy rover hotel most már, és rengeteg példa van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bátran az iskolák, óvodák is neki kezdhetnek ezeknek a gyártásának. És hát igazából én azt szoktam javasolni, ha valakinek kérdése van, vagy éppen észrevétele ezeknek a területeknek kapcsán, akkor tegye fel nekünk, és ne feltétlenül a közösségi médiumban, ahol elveszhet az információ, hanem tényleg akár a sostoszékesfehérvár.hu oldalon, és a hozzátartozó e-mail címen keresett bennünket, és akkor szívesen állunk rendelkezésre. A természet közeli gyepek városi környezetben történő kialakítására nemzetközi példák vannak, melyek a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan küldetés jegyében születnek. A maga természetességében meghagyott zöld területeket szakemberek iránymutatása mellett hozzák létre. Mélegelők azok valójában valamit visszaadnak a természetből, azon területekből, amit a mindennapokban egyébként városi szinten használunk. Itt a beporzó rovaroknak a védelme érdekében alakítjuk ki ezeket a területeket. Tudjuk, hogy az ők is helyük az visszaszorulóban van, márpedig nagyon fontos szerepet töltenek be a természetben, a mi környezetünkben, és most nekik visszaadjuk ezeket a területeket részben. Tehát ezeken a nagy zöld területeken kipróbáljuk, hogy különböző helyen, Tóvárosban, palotavárosi tavaknál, Maroshegyen, kinn a Soston. A széle az, ami folyamatosan nyírva van, de a közepe az évente csak kétszer kerül kaszálásra, és ezáltal megadjuk a lehetőséget a természetnek, hogy egy kicsit magát is tudja rehabilitálni. Valójában erről szól ez a méhlegelő. Nemzetközi példák vannak erre, és annak a gondolat jegyében születnek meg ezek a döntések, hogy gondolkodj globálisan, de cselekedj lokálisan, ha környezetvédelemről, klímavédelemről, zöld területekről van szó. Szakemberek irányutatása alapján kerülnek kijelölésre a területek a városba. Most egyet itt megmutatunk a Tóvárosban. Egyébként nagyon érdekes, meg közben mellettünk pedig a Városgondnokság éppen a sétány megújítását végzi. Tehát látszik, hogy az ember, az esetleg egy jó séta, a kutyasétáltatás, a sporttevékenység, az összehangolható egy városon belül kifejezetten klímavédelmi, környezetvédelmi célok, élővilágvédelmét szolgáló célok megvalósításával. Székesfehérvár polgármestere is megerősíti, hogy nem elég csak a szakembereknek cselekednie, hiszen a környezetvédelem mindannyiunk érdeke. Ezért is fontos a város lakosságának a hasonló projektekhez történő pozitív hozzáállása. Szemléletformálás fontos, tehát hogy egy ilyen területet ne gazként kommunikáljunk vagy gondoljunk, hanem higgyünk abba, hogy a szakemberek tudják, hogy mit miért teszünk, és hogy ha nem beszélni kell alapvetően a természetvédelem kérdéseiről, hanem cselekedni a környezetünk védelme megóvása érdekében, az élővilág védelme érdekében. Ez a cselekvésről szól, nagyon is szakmailag átgondolt módon, és abban kell a szemléletet formálnunk, hogy amikor majd itt a sétányon mondjuk elsétálunk, akkor itt egy szép zöld területet lássuk, örülve, hogy valamit visszaadtunk a természetnek, miközben egyébként itt vagyunk a sűrű lakott városrész közepette. Tehát szemléletformálás. Ezzel egy időben most a Tóvárosi méhlegelő mellett kialakított sétány is megújul. Erről Mészáros Attila alpolgármester tájékoztatott. Mint mondja, a néhány éve felújított szabadidőparkban lévő útvonalra már ráfért a frissítés. Néhány éve a Városgondossággal közösen nagyon szépen felújítottuk, mondhatni, Tóváros szívét, ezt a sétányt és a mellette lévő nagy parkot, ahol gyakorlatilag az itt élők bármilyen szabadidős tevékenységet tudnak folytatni, hiszen nyilván egy nagyon szép kiülő, pingpongasztalok, sportpályák újultak meg, kutyafutató készült, és hát nyilván maga a park is megújult, és mellette pedig szerintem a város egyik legszebb sétánya is megújult, de hát nyilván a Murva az időállósága és a külső eróziók miatt a felújítást nem tudtuk halasztani, hiszen nagyon több helyen is vízmegállások nehezítették a sétány használatát, úgyhogy a következő napokban a teljes sétány nyomvonalán 3,5 millió forint értékben újra murvázzuk, és megpróbáljuk a vízelvezetésen segíteni és megoldani a problémát, hiszen tényleg azt láttuk az elmúlt években, hogy az itt élők nagyon szívesen használják, az idősebbek, fiatalabbak, családok jönnek, sétálnak, leülnek a padokra, beszélgetnek, és hát nyilván esős, csapadékos időszak után jó pár napig nem lehetett használni ezt a területet. Most bízom benne, hogy a munkálatok után újra régi lesz, megújultan fogják tudni az itt élők használni. A sétány körüli munkálatok befejeztével fenntartatósági szempontból fontos, emellett megújult környezetben pihenhetnek a városrész lakói.
Kedves nézőink, a köztérben az újfajta szúnyoggyérítéssel és egy új méhlegelővel foglalkoztunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!